A nyelvoktatás tapasztalatairól Nagy Ottó, az IHA igazgatója beszélt. Időszakonként beszámolunk az IHA nyelviskolában történő eseményekről, hiszen nagyon sokan járnak ott, illetve szerzik meg a megfelelő nyelvtudást. Egy-két mondat erejéig térjünk vissza 2016-ba. Mik volt a legfontosabb dolog a nyelviskola szempontjából? 2016 is, hála Istennek, egy nagyon jó évünk volt. Mindig azt mondom, hogy soha rosszabb ne legyen, de hát ha egyszer jobb, akkor az nem baj. 2016-ban ugyanúgy a céges tanfolyamaink alkották a bevételek nagy részét. Nagyon sok cégnek dolgozunk az ország minden részén. Ugye szeretik azt az emberek, ha minőséget nyújtjuk. Egyre többen kezdenek a válságból kilábolni, és most már visszatérnek ahhoz a korábbi elváráshoz, hogy a minőség fontosabb, mint az ár, és szerencsére a cégek nagy része miatt újra rendel, sőt egyre többet rendel. Van olyan cég, amelyiknél 17 csoportunk van például, de hasonló más nagy cégeknél is, Győrben is, vidéken is. Ez egy nagyon jó dolog, mert látjuk azt, hogy az emberek, akik dolgoznak már munkahelyeken, nem azt mondom, hogy az én korosztályom, de mondjuk egyel fiatalabb generáció is tud nyelvet tanulni, nem csak azok, akik most járnak iskolába, hanem a kettőnk közötti, és ezek annak köszönhetően tudnak nyelvet tanulni, hogy a cégek finanszírozzák ezeket a képzéseket. Látják a cégek, hogy szükség van a nyelvtudásra, ugye mindenki kifele akar nyitni, sokkal jobb, hogyha kifele tudnak értékesíteni, nem csak Magyarországon, persze természetesen az a legfontosabb, hogy itthon ellássák az igényeket, és emiatt aztán a fiatalok és a nem annyira fiatalok is hozzájutnak a nyelvtudáshoz. Ezek a nyelvtudással kapcsolatban mi a legfontosabb szempont továbbra is az IHA nyelvoktatásában? A gyakorlatias képzés, használni tudja a nyelvet, vagy sajátítsa el az irodalmi nyelvet, írni, olvasni tudjon, beszélni tudjon azon az adott nyelven. Mik most az elvárások? Érdekes dolog, most már kezd változni az igény. Eddig, ugye 1985 óta működünk, most már 32 éve lesz márciusban, hogy az IHH töretlenül kint van a piacon vezető intézményként, nyelvoktatóként is, meg felnőtt képzőként is. Eddig az volt a lényeg, hogy tudjunk nyelvet, mert ugye nem tudtak a magyarok nyelveket, idegen nyelveket, ezért az volt a fontos, hogy egyáltalán tudjunk és tudjunk beszélni. Most már változott a helyzet, már nagyon sokan, talán az IHH-nak is, meg sok más nyelviskolának is köszönhetően egyre többen tudnak nyelvet. Most már a minőség más irányba fordult. Például vannak cégek, akik azt igénylik, hogy azon túl, hogy a nyelvben minél magasabb szinten, felső fokon beszélnének a munkatársai, azon kívül ismerjék meg azoknak az országoknak a kultúráját, amelyikkel piacon együtt dolgoznak. Például van olyan cég, akik amerikai partnerekkel dolgoznak együtt. Nem mindegy az, hogy ismerem-e annak az országnak a kultúráját, a viselkedés formáit, az üzlet formáit, egyáltalán az üzletelés stílusát, akivel együtt dolgozom. Sokkal jobb úgy tárgyalni valakivel, hogyha nem égek ott le előtte, mert olyan dolgot teszek, ami esetleg az ő kultúrájukban nem fér bele. Ugyanez a helyzet Írországgal, Angliával, de mondhatnék más országokat is, és most már erre is van igény, mi pedig ezt mindig is ki tudtuk elégíteni, hogy a kultúrát is tanítjuk. Ezt egyébként a volt iskolánkban, ugye a Vocational Academy-ben tantárgyként is tanítottuk, saját jegyzeteket dolgoztunk ki rá, ugye, hogy milyen kultúrát kell az illető országról tudnia annak az illetőnek. A kinti szakmai gyakorlatokon, amikor mentek a diákjaink, akkor ugyanezt ki is próbálták, élőben gyakorolták. Most nézzük akár a nyelveket, milyen nyelvekről lehet szó, mik most a legfontosabb nyelvek, ami után van kereslet, igény, szeretnék ugye megtanulni és így érvényesíteni, vagy Magyarországon, vagy külföldön. Továbbra is most már egy pár éve az angol a vezető nyelv, mellette a német is elenyészően jelen van. Érdekes módon az oroszra egyre több az igény, de van igény például a kínaira is. Tehát kínai nyelven is egyre többen akarnak tanulni, ez nem tízes, százas nagyságrendet jelent, de már olyan tízes nagyság körül, aki akarja ezt tanítani. Ezeket is kénytelennek vagyok kielégíteni, ha egyszer azt akarjuk, hogy elégedett vásárlókkal, megrendelőkkel
tudjunk együtt dolgozni. Honnét lehet kínai nyelvtanárt idézőjebb leakasztani, tehát nem olyan egyszerű, gondolom. Igen, hát nem egyszerű, főleg nem a minőségit. Tehát ugye együtt dolgozunk olyan cégekkel, kínaiak közül is, akik hoznak ide embereket, és a spanyol nagykövetséggel is nagyon jó a kapcsolat, mert ők föl is ajánlották, hogy akár anyanyelvű tanárt is adnak, de hála Istennek spanyol anyanyelvű tanárból van bőven Győrben, nagyon jó tanárok vannak, ugyanígy a kínainál is, és hogyha már egyszer az illető valamilyen szinten elkezdett beszélni, akkor már tudunk anyanyelvű beszélgető partnereket biztosítani melléjük. Van olyan tagiskolánk a konzorciumban, ahol például anyanyelvű kínai diákok vannak és tanulnak, és ők nagyon jó beszélgető partnerek, ráadásul egy azonos korosztályú fiatallal könnyebben szót ért a egymással is a tanulni vágyó fiatal. Ugye az iskolákban is már elég korán tanítják a nyelvet, itt gondolok általános iskolára, középiskolára. Mennyiben változott ez a gyerekek, amikor érkeznek a nyelviskolába, hogy továbbfejleszték a nyelvtudást, mert amit lehet, hogy az általános iskolában nem tudtak megtanulni, vagy a középiskolába, azt az IH-nál be tudják fejezni. Hogyan alakul ez? Lehet, hogy ez egy kicsit elcsépelten hangzik, mert minden alkalommal elmondom, ahányszor csak tudom, hogy amikor 1985-ben elkezdtük az idegen nyelv oktatást, akkor ugye egyedül voltunk itt a piacon, és azt mondtam, hogy egy 5-7 év az, ameddig mi fölfele tudunk menni, és utána majd fölzárkózik az állami nyelvoktatás is, és nekünk már nem nagyon lesz itt szerepünk. Hát ez sajnos az országra tekintve, szerencsére ránk tekintve nem így alakult. Folyamatosan egyre több a diák, és sajnos a mostani oktatási helyzetben még több diák jelentkezik hozzánk. Azt is elmondom, miért. Még mindig ott tart a magyar oktatás, hogy elsősorban a magas szintű elméleti tudásra koncentrál. Ez sem nyelvben, sem pedig egyéb szakmai vagy bármilyen más tantárgyban nem működik már. Ugye az internet, a technika világában nem szabadna lexikont bemagoltatni a diákokkal, hiszen arra ott van az internet, oda nyúlok, beütöm, és már ki is írja, amire kíváncsi vagyok. A felhasználói tudást kellene gyarapítani, és a felhasználói tudás pedig a gyakorlatban van. Amiért nagyon szeretnek például a diákok elmenni külföldre, az azért van, mert ott azonnal használható tudást adnak. Nem terhelik az agyat olyan dolgokkal, amire nincsen szükség. Én nem mondom azt, hogy vannak dolgok alapvető intelligenciához szükséges elméleti ismeretek, amit ne tudjon egy diák. Akár a történelemről, akár a filozófiáról, akár az irodalomról, matematikáról nem beszélve beszélhetünk, de csak annyit, amennyi ehhez kell. Az összes többi olyan tudás legyen, amit másnap a munkahelyen, vagy a következő tanulási fázisban, főiskolán, egyetemen azonnal hasznosítani tud. Meg lehet nézni azt, hogy a mai oktatási palettán olyan tudást adunk a diákoknak, ami az életbe soha többet nem kerül elő. És ezzel csak az agyát terheltük, az idejét terheltük, amit hasznosabb dologra fordíthatna, és ezt kellene valahogy nagyon gyorsan módosítani. Én azt szoktam mondani, ha valamit az oktatásban ma kialakítunk, aznak 15 év múlva lesz eredménye. Minél később kezdjük el, annál később érünk oda, tehát 15 év az rengeteg idő, és már régen el kellett volna kezdenünk. Ön nemrégiben külföldön is járt, több helyszínt, tehát több országot is felkeresett. Mi volt a látogatás, a célja, tartalma? Ugye a másik terület, amin működünk már néhány éve, az a külföldi oktatás. Külföldön, Angliában, Írországban, Németországban, Spanyolországban, Olaszországban, Amerikában, mindenhol vannak olyan magas színvonalú partnereink, akikhez bátran merem küldeni az itten jelentkező fiatalokat. Vannak olyan diákok, akik már a 8. osztály után azonnal kimennek, és a középiskolát ott végzik el, ott érettségiznek, ott szereznek szakmát, majd ott folytatják az egyetemet. Ezért én mindig fontosnak tartottam, pont a minőség miatt, hogy mindig legyen egy 100% biztos, amennyire lehet persze, objektív vélemény
amit az alapján tudok csak elmondani, hogy ha magam is láttam, hogy mit kínálnak. Olyan csodálatos prospektusokat lehet gyártani most már, és abba bármit le lehet írni, amiről nem tudjuk, hogy mennyi igaz belőle, de ha az ember oda megy, megnézi és ellenőrzi, hogy tényleg amit ígérnek, az úgy is van, akkor biztosan és bátran meri ajánlani, anélkül, hogy félnem kellene, hogy holnap után ide jön valamelyik szülő, és a szememre veti, hogy mit ígértem, közben teljesen más a valóság. Ennek köszönhető, hogy ilyen helyekre elmegyek, meghívnak, és most, hogy ez a Brexit ugye az angol helyzetben lebeg a levegőben, mert még én azt mondom, hogy talán még nem biztos, hogy úgy lesz, remélem, hogy nem, de minden esetre ott lebeg a levegőben, most egyre több helyre hívnak azért, hogy tartsak előadásokat a közönségnek. A közönség ilyenkor az egyetemek, főiskolák vezetői, középiskolák vezetői, igazgatói, milyen 35-40 és 80 közötti létszámban vannak jelen ilyen konferenciákon, és arra kíváncsiak, hogy milyen Magyarországon az a piac, amire ők kínálhatják a középfokú vagy felsőfokú képzéseiket. Én ilyenkor mindig elmondom azt, hogy itt Magyarországon ugye kiváló az alaptudás, nagyon magas színvonalon tanítjuk az elméletet, tehát aki itt magas szinten végez, ötössel mondjuk szerez érettségit, az biztos, hogy nagy tudással rendelkezik. Viszont a gyakorlat azt igazolja, hogy olyan tudásuk nincsen a fiataloknak, amit fel lehet használni. Ugye felveszik őket különböző intézményekbe, cégekhez, szállodákba, stb. Bárhova, és utána mindent újra meg kell tanítani nekik, mert semmit nem tudnak az életből. Viszont az elméleti tudásuk magas. Ezt el szoktam mondani, és rögtön ráharapnak ezek az intézmények, mert önálluk meg pont az a lényeg, az az erősségük, hogy olyan tudást adnak, ami azonnal használható. Például, ha a turizmus vendéglátást nézem, ami most Magyarországon is fókusz, ugye, még mindig nem úgy tanítjuk ezt sem, ahogy kellene. Ezért aztán az lesz a vége, hogy hiába investál milliárdokat a magyar kormány okosan abba, hogy a turizmust fejlesz-e, de majd nem lesznek azok a képzett szakemberek, vagy nem olyan képzett szakemberek lesznek, akik azt a minőséget ki tudják szolgálni, amit a külföldi turisták itt elvárnának. Ezért azt mondom, hogy aki tud, az menjen. Az IHH-nak most ez egy másik olyan fókusz, ami az innovációhoz hozzátartozik, hogy szerezzen olyan tapasztalatot. Csak egy példát mondok, ha például egy svájci iskolába megy ki, de mondhatok mást is, egy fél évet kell neki elméletet tanulnia, és már a második fél évtől azonnal mély vízbe dobják, és a rövid elméleti képzés mellett azonnal a gyakorlatban van. És hogy milyen helyeken? Hát a Dubájtól kezdve a legkülönbözőbb luxus szállodákba, éttermekbe helyezik ki őket, ahol már pénzt is keresnek. Tehát lehet, hogy kevés az a, vagy sok az a, az összeg, amit be kell fizetni arra az első fél évre, de ez már a második fél évben visszajön, és onnantól kezdve pedig pluszot termel. Nem beszélve arról, és ezt mondják mindig az iskolavezetők, akikhez küldünk embert, hogy ha az illető megmutatja magát, megmutatja, hogy ő egy szorgalmas, ügyes, jó szakember, akar dolgozni, már pedig a magyarokra az abszolút jellemző, hogy keményen dolgoznak, akkor ott tartják őket. És már abban a pillanatban olyan helyen dolgoznak, ahol aztán nagyon vastagon keresnek. De mondhatok más területeket is, például repülőgépgyártásba tudunk Amerikába, Kanadába iskolákat, ahol már a végzés másnapján azonnal olyan fizetéseket adnak neki, hogy állítom, a miniszterelnökünk nem keres annyit havonta, mint amennyit ezek a fiatalok a végzés után kapnak. Szóval nagyon széles skála van, rengetegen vannak, és ami az IHH-nak talán köszönhetően az ilyen kapcsolatoknak egy unikuma, hogy a diákok, akik elterveznek valamit, mondjuk a velem történő megbeszélés után megnézik a helyszíneket papíron, őket ki tudom vinni az adott iskolába, a szülővel együtt. Például most is két család jön ki velem március elején Londonba, és akkor ott megnézzük azokat az iskolákat, amiket én kínálok, és utána eldöntik, hogy ezek közül melyik az, amelyik nekik igazán tetszik. 2017-ben mi lehet még a cél a nyelviskola szempontjából? 2017-ben továbbra is fókuszunk lesz ez a feladat, hogy a diákokat olyan helyekre juttassuk, ahova tudjuk, ez lesz a fókusz.
és természetesen a lakosságnak az igényeit is szeretnénk újra kielégíteni, mert kapacitásunk ugyan nagyon szűkös, de mindig lehet bővíteni. A cégek mellett, a külföldre menő diákok mellett szeretnénk a nagy közönséget is újra behívni. Nagyon exkluzív, szép helyet alakítottunk ki az Ipar utcai új oktatóközpontunkban. Ládásul ott parkolóhely is van, nem úgy, mint a belvárosban volt. És nagyon örülnénk neki, hogyha minél többen jönnének. A nyelvvizsgáztatás továbbra is egyik olyan terület, ami nagyon fontos, és remélem, nem akarom elkiabálni, nem ismerem kimondani, majd akkor, ha már a szerződés alá lesz írva, de olyan nemzetközi nyelvvizsgát szeretnénk a 2017-es évben behozni, ami a diákoknak az egész világon alapot jelent, tehát ahhoz, hogy bejussanak például egy egyetemre, ennek a vizsgának a bizonyos szintű ismerete, az szükséges a belépéshez egyetemre, főiskolára. Remélem ezt is sikerül elérnünk, hogy ez a vizsga jogi, de kerül hozzánk. Köszönöm beszélgetést. Köszönöm szépen.